Elképesztő. A kértnél 70-szer nagyobb bírságot szabott ki Magyarországra az Európai Unió Bírósága, amiért nem eléggé migráns simogató a menekültügyi rendszerünk. Lehet, hogy az újabb Fidesz győzelem miatt ilyen idegesek a brüsszeliek? Már is kezdünk. Menekült jog. Brutális bírságot szabott ki Magyarországra az Európai Bíróság. Újra számlálás. Helyt adtak Vitézy Dávid beadványának. Pénz és fegyver. Ukrajnai misszióra készül a NATO. Jó estét kívánok, ez a vezércikk, a műsor, amelyben nehezen tudjuk eldönteni, hogy az Európai Unió Bírósága az európai emberek jogbiztonságáért dolgozik, vagy éppen ellene. M. Kovács Robert vagyok, és már is mutatom, kikkel beszélgetünk elsőként arról, vajon meddig kell még tűrni, hogy az Unió visszaéljen a saját jogrendjével. Békés Márton, aki szerint lassan ott tartunk, hogy Brüsszelben kezdik a NATO-t összetéveszteni a Varsói szerződéssel. Szabó László, aki arra figyelmezteti az Európai Néppártot, hogy a Tisza párt felvétele lehallgatási felvételekkel párosulhat. És Fritz Tamás, aki szerint mára teljesen egyértelművé vált, hogy Ukrajna természeti kincseiért zajlik a mindenáron való háborúskodás. Jó estét kívánok, szervusztok! Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát meghozta döntését az Európai Bíróság a hazánk ellen indított bizottsági kereset ügyében. Mondhatnám, hogy az ítélet meglepő és vérlázító. Lássuk! Az Európai Bíróság arra kötelezi Magyarországot, hogy fizessen 200 millió euró átalányösszeget, és a késedelem minden egyes napjára 1 millió eurós kényszerítő bírságot amiatt, hogy nem teljesítette a bíróság korábbi menekültjogi ítéletét. A döntés előzménye a 2020. decemberében meghozott Európai Bírósági ítélet figyelmen kívül hagyása, amely a magyar menekültügyi rendszert több szempontból is összeegyeztethetetlennek minősítette az uniós joggal. Azért is teljesen érthetetlen az Európai Unió Bíróságának döntése, mert a beadványban szereplő bírságnak a sokszorosát szabták ki Magyarországra, amely így most 80 milliárd forint általány bírság, illetve 400 millió forint naponta. Ez ugye azt hiszem, hogy az utóbbi esetében 72-szerese annak, amit az Európai Bizottság kezdeményezett. És én megnéztem egyébként az ítélet részleteit, és ott korábbi tagállami jogsértésekre hivatkoznak, mert ugye náluk ez a precedens jog, ez életben van az Európai Unió Bíróságánál, mégpedig a romániai hulladéklerakók, illetve a lengyel bírák függetlenségének megoldása kapcsán szabtak ki hasonló ügyekben bírságot. Most erről az egyikről tudjuk, hogy azért egy hulladéklerakó le nem bontása, az messze van attól, mint hogy a migrációs szabályokat hogy alkalmazzuk itt vagy ott. A másik pedig a lengyel bíróság, az pedig egy politikai kérdés volt. Tehát innentől kezdve nekem olyan erősen koncepció szaga van ennek az ítéletnek. A probléma ott van. Az első, amit ki kell emelni, hogy maga az Európai Bíróság az eddigi ítéletei alapján is nagyon egy irányba húz. Tehát jól tudjuk azt is, hogy az Európai Bíróság környékén tanácstokok és más szereplők bizonyos értelemben a soros hálózathoz kötődnek, és egyáltalán nem várhatunk az Európai Bíróságtól megítélésem szerint objektív tárgyilagos döntéseket, és az elmúlt időszak is ezt mutatta. Na most ráadásul ugye ezért pikáns az egészben, hogy a pár nappal a EP választások után születik ez a döntés, tehát megvárták az EP választásokat, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy hát Orbán Viktor erre reagált már, és hasonló szavakat használt, amit te is mondtál az elején, hogy elfogadhatatlan, tűrhetetlen. És én is azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy a migrációs kérdés, egyáltalán a határvédelem kérdése az nemzeti jog kérdésköre, tehát ezt úgy nem kellene elfelejteni. Tehát itt, hogy a bíróság hozott ezt a döntést, ez beleszólás a tagállami jogkörökbe. Ez egy nagyon súlyos dolog. És éppen ezért egy bizonyos értelemben úgy gondolom, hogy
egy ilyen, most kemény szót használok, egy szakító próba is most Magyarország és az Európai Bíróság, meg egy kicsit az Unió között is, mert ezt szerintem, ezt az ítéletet egyszerűen nem kell végrehajtani, az én megítélésem szerint. Olyan mértékben ütközik bele a jogállamiság, Unió által felvállalt jogállamiságba és az alapszerződésekbe, hogy én nem tudom, hogy ilyenkor mi a helyes válasz, de hajlok arra, hogy erre nem lehet azt mondani, hogy igen, ezt végrehajtjuk, bólintunk egyet, és akkor innentől kezdve várhatjuk, hogy majd egy következő ügyben a Európai Bíróság szintén majd elítél bennünket, és szintén majd ilyen napi bírságokat kapunk hatalmas összegekkel. Tehát én azt gondolom, hogy most érdekes módon közeledve a magyar EU-s féléves elnökséghez, rögtön egy ilyen kiélezett helyzetbe kerülünk. Ugye Orbán Viktor egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy nem engedünk a pénzügyi zsarolásnak. Most Tamás azt mondja, hogy ne hajtsuk végre, de hát ezt hogy lehet nem végrehajtani, hiszen például az Európai Unió tartozik nekünk 20 milliárd euróval. Tehát ha abból elkezdik ezt levonni, akkor mi, nem is tudom, nem sok mindent tudunk csinálni. Ugye ettől még a bírósági ítélet jogtalan, mi ugyanis eleget tettünk a fő inkriminált problémának, tehát a tranzitzónák megszűntek, az összes többi pedig Magyarország alkotmányos és tagállami joga. Tehát az Európai Bíróság ráadásul a keresetben megfogalmazottakhoz képes valóban brutális az emelkedés, tehát az általány összeg az a keresethez képest a 200-szorosa, a napi bírság pedig 6 millió forint helyett napi 400 millió forint, ami ugye a magyar jogrendtől teljesen idegen, hogy akkor ködbér gyanát naponta fizessük ezt be. Az elején azt kérdezted, hogy meddig lehet ezt csinálni, ugye ezt pontosan addig lehet csinálni, amíg az Európai Unió tagja vagyunk, tehát én nem szeretnék euroszkeptikus húrokat pengetni, inkább eurorealista húrokat pengetek, és erre ez a személyes válaszom neked, ameddig az Európai Unió így működik, már pedig a parlament többsége továbbra is így fog működni, az Európai Bizottság így fog működni, az Európai Bíróság így fog működni, és minden olyan grémium, antidemokratikus grémium, ami európai minőségjelzővel kezdődik, vagy melléknével kezdődik, így fog működni, addig ezekben a struktúrákban egy szuverenista kormánynak a bére ez lesz. Legyen az lengyel szocdem kormány, magyar nemzeti konzervatív kormány, lengyel szuverenista kormány, tök mindegy, aki szuverenista, az az Európai Unióba így jár. Nem tudjuk megváltoztatni, nem ilyenk a bizottsági többség, nem ilyenk a parlamenti többség, az Európai Bíróság pedig egy nemzetek fölött lebegő jurisztokratikus testület. Amíg EU tagok vagyunk, addig ez így marad. Ráadásul hiába lesz mondjuk változás akár az Európai Parlamentben, de akár nem az lesz. Európai Robi, Bizottságban, Robi, nincs vagy minimális de is nincs akár. Változás az Európai Parlamentben, ki fogja sakkozni, az EPP bejátsza majd a ECR frakciót, vagy a zöldekre fog támaszkodni, a szozdemek meg hegedülnek neki. Nem lesz változás. Ráadásul az Európai Bíróságban biztosan nem, mert hát 2021-ben választották utoljára a bírókat. Csak egy mondatot engedj meg, és az már is adom át a szót, hogy egy pár héttel ezelőtt az Európai Parlament jogi bizottsága hozott egy olyan döntést, hogy ami persze még nem jogerős, mert ezt el kell fogadni a Európai Tanácsnak is, hogy az európai jog az minden szempont, amit a bíróság is ugye, hát úgymond megtestesít, az a tagállami jog fölött áll. Na hát, ennyi. Ezt eddig csak a Német Alkotmánybíróságnak volt szabad visszautasítani, nekünk nem lesz szabad. Laci? Alig 72 órával ezelőtt a magyarok az urnáknál arról döntöttek, hogy egy szuverenista politikát kell vinni az Európai Parlamentbe. Igen. 72 órával ezelőtt döntöttünk erről, a magyarok többsége erről döntött. De ne legyen kétségünk, ez természetesen jogilag is értelmezhető helyzet, meg egy politikailag is értelmezhető helyzet, de hát ez a szuverenitásunkat érintő kérdés.
fontos kérdés, hogy itt most 200 millió, vagy 400 millió, vagy nem tudom, és nem lényegtelen kérdés, de ennél szerintem magasabban van a, vagy magasabbról kell ránéznünk erre a kérdésre. Ez a szuverenitásunkat érintő kérdés. És arról döntöttek a magyarok, még egyszer harmadszor is elmondom, 72 órával ezelőtt, hogy mi egy szuverenista politikát kell, hogy vigyünk az Európai Parlamentben. Úgyhogy most szerintem az a dolga az európai parlamenti képviselőinknek, az a dolga a magyar kormánynak, az a dolga a magyar kormány igazságügyminisztériumában dolgozó különböző jogászoknak, hogy megnézzék, hogy meddig, hol tudunk elmenni a falig, hol van az a pont, ahol, ami alapján arról amellett érvelhetünk, hogy nem fogjuk kifizetni ezt, hogyha az európai támogatásokat ezért nem fogjuk megkapni, hát eddig se kaptuk meg, tehát olyan nagyot ezen se tudunk bukni. Most persze mi itt felelősség nélkül beszélgetünk ebben a stúdióban, nyilván egy kormányzat számára nyilván ezt sokkal összetettebben kell végig gondolni, de az alapállás, utálom ezt a kifejezést, hogy politikai testtartás, de a politikai testtartás az mégiscsak ez kell, hogy legyen ennek az országnak. Ráadásul a NATO-val szemben a miniszterelnök már érvényesítette is. Így van. Ott így érvényesítette van. A Stoltenberggel szemben azt a döntést, amit a magyar nép meghozott. Most akkor az EU-val szemben is kell. Ilyen szövetségeknek vagyunk a tagjai. Mindenből következik valami. A választásokból, eredményéből ez következik. És hát nem csak erről döntöttek a szavazók, hanem például arról is döntöttek vasárnap a szavazók, hogy mi legyen Budapesttel. De hogy miről döntöttek, azt valójában valószínűleg holnap fogjuk megtudni. A Nemzeti Választási Bizottság 12 igen szavazattal 4 ellenében meghozott jegyzőkönyvi döntésében elrendelte az összes fővárosi szavazókörű urna felbontását és a vasárnapi főpolgármester választás érvénytelen szavazatainak átvizsgálását, újraszámolását. Az NVB mintegy 24.592 érvénytelen szavazat újraszámlálását az NV közreműködésével június 14-én reggel kezdi meg, és tervezetten aznap be is fejezi. A szavazatszámlálásról annak helyszínén a sajtó is tudósíthat. Hát nem tudom megmondani, hogy holnap estére ki lesz az, aki megnevezhetünk Budapest jövendő főpolgármestereként, de azt azért így a hírekből kiolvastam, hogy Vitézy Dávidék beadványa szerint ezres nagyságrendben lehetnek olyan érvénytelennek minősített szavazólapok, amelyek valójában érvényesek, hiszen a már arról kihúzott Szentkirályi Alexandrára vonatkozó X az nem számít, hanem a Vitézy Dávid neve mellé X tett X az, ami meghatározza azt a szavazólapot, vagyis azt érvényessé kell nyilvánítani. Ez a logika azt mondatná, hogy holnap estére valószínűleg bejelenthetnénk Vitézy Dávidot, na de hát azért ez messze nem így van, gondolom. Ennél sokkal bonyolultabb a kérdés, mert nyilván nem tudjuk, hogy ez a 25 ezer érvénytelen szavazat, ez hogyan tevődik össze. Tehát nyilván itt sokféle érvénytelenség lehetséges, de azért én is azt gondolom, hogy a leginkább valószínűleg erről van szó, erről a problémáról, amit az előbb említettél. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy annyiban ugye két kerületet említettek a Vitézy Ékesről, a 7. kerületet és a 4. kerületet, Újpestet. Na most én újpesti vagyok, úgyhogy én a saját szememmel láttam, hogy teljesen így van. Tehát ott volt előttem a szavazólap a fülkében, és a Szentkirályi Alexandra áthúzása az ilyen cérna vékony, vagy nem is tudom milyen hajszál vékony vonalka volt, és el tudom képzelni, hogy olyanok, idősebb emberek, akik már nem is láttak jól, és így tovább egyszerűen észre se vették, majd amikor esetleg beixelték, akkor mégis valahogy észbe kaptak, hogy ja, itt valami baj van, akkor a biztonság kedvéért behúzom Vitézy Dávidot. És ezt én egy óriási bajnak tartom, és megmondom, hogy mit tartok, lehet, hogy most furcsa lesz, amit mondok. De a Fővárosi Választási Bizottság állítólag, ezt azt hiszem, ez tény is, nem csak állítólag, nagyon későn döntött az irányelvekről, hogy mi érvényes, mi nem. Nagyon későn jutott el ez a választási körökig, és a választási bizottságokig, tehát a helyi bizottságokig, és állítólag a szöveg is elég bizonytalan volt a tekintetben, és nem tette egyértelművé ezt a dolgot. Na most azt kell, hogy mondjam, hogy ezt olyan egyszerűen el lehetett volna intézni, rövid leszek, ígérem, hoz vagy a Fővárosi Választási Bizottság, vagy pedig esetleg a Központi Választási Bizottság, tehát a Nemzeti Választási Bizottság egy olyan döntést, hogy mindenütt egyértelműen ki kell takarni a Szentkirályi Alexandra nevét, és akkor nem is látszik, és akkor nincs ilyen probléma.
Ezt kellett volna szerintem tenni. Ez nem történt meg, hanem egy ilyen bizonytalan szöveget kaptak a választókörök. És ez szerintem egy nagyon súlyos hiba, hogy ennek milyen következményei kell, hogy legyenek, abban nem akarok belemenni, mert ez nem az én dolgom. De azt hiszem, hogy ebben a pillanatban 50-50 százalékos esélye van annak, hogy ki lesz a leendő főpolgármestere Budapestnek. Egyet kicsit ironikusan hagyj jegyezzek meg. Annyit biztosan láthatunk, hogy Karácsony Gergelyhez képest csak jobban lehet vezetni ezt a fővárost, tehát az elmúlt 5 év azt azért bizonyította, hogy ő alatta mi történt, és ha még egy 5 évet kap Karácsony Gergely, akkor azt hiszem elég nagy bajba leszünk, de ez már csak egy vélemény természetesen. Nem akarnék Tamással vitatkozni, de mondjuk az a logika viszont kevésbé valószínű, hogyha valaki észrevette, hogy Szentkirályi Alexandrára rakott X, az nem lesz jó helyen, hogy akkor utána mégiscsak Karácsony Gergely nem ez volna. Igen, és jó helyen, ha ironikus is picit, amit felvetsz. A mostani félidei kettős választás példátlan kiélezettsége, ez egy szimulált országgyűlési választás volt valójában. A téteket is így fogalmazták meg a szereplők. Ennek a budapesti hadszíntér volt a legkiélezettebb helyszín, ez a középtávon látható. Budapesti részvétel nagyon magas volt, tehát körülbelül majdnem 60, talán több is, mint 60%-os a lakosság tekintetében, és indult egymással szembe a végére már leegyszerűsödött két blokkra. Volt a karácsonyféle, aki mögött ott állt a régi ellenzék, meg az új ellenzék is. A Tisza párt szavazóinak 40%-a karácsonyra szavazott üzembiztosan. És ott volt egy másik jelölt, Vitézi Dávid, akit én a magam részéről nemzeti liberálisnak nevez, semmiképpen nem nemzetközi liberális, de liberálisnak liberális, egy urbánus, semmiképpen nem kozmopolita, de alapvetően egy modern, kicsit technokratikus, kicsit közösségelvű szereplő, egy érdekes politikai képlet Vitézi Dávid. Nem csoda, hogy a konszenzuális megoldások híve LMP támogatta, és a jobboldaliak a felszólításnak és hát a politikai realitásnak engedve ráadták a szavazatukat. Sok más karácsonnyal elégedetlen emberrel együtt Karácsony Gergely most több szavazatot gyűjtött, mint 2019-ben Tarlós ellen, de még a nemzeti liberális konszenzusos jelölt ellen még úgy tűnik, hogy ez is csak az egára jó. Mit akarok ebből kihozni? Azt, hogy Budapesten, ahol egy szintiszta jobboldali erő, hát legyünk őszintén, Tarlós István se az volt, nem volt Fidesz tag, és SZDSZ-es polgármester volt évtizedekkel korábban, ez nem probléma. Ebben a városban szintiszta Fidesz-KDNP jelölt képtelen győzni. Ez a szociológiai realitás, legyünk vele tisztában. Viszont, és ez ennél jobb hír, a Fidesz szavazók, maga a kormány részt tud venni egy olyan székesfőváros építési programban, amit egy középen álló nemzeti liberális jelölt hajt végre. És ez új korszakot, ha nem is Tarlós korszakot, de új korszakot nyit Budapest életébe. Vitális érdeke a karácsonyféle, a baloldali blokk hajótöröttjeinek, vitális érdeke, életérdeke, hogy ezt megakadályozza, ezért ilyen elkeseredett a küzdelem. És itt egy szavazat fog dönteni, én szerintem. Laci? Hát egyáltalán nem szeretnék cinikusnak látszani. Én minden csütörtökön járok a barátaimmal kispályás focizni. Hát meg ott 12-en a csapatok elosztását azt rendezettebben oldjuk meg, mint ahogy ennek a választásnak a ilyen értelemben történő lebonyolítása. Hát ez így hogy van. Lehet? Szentkirályi Alexandra péntek reggel 8 órakor bejelentette a visszalépését. A jogszabály péntek 16 órát mondott. Hát én gondolom én, hogy úgy csinálta a Fővárosi Választási Bizottság, vagy úgy készületett, hogyha valaki pénteken 16 órakor bejelenti a visszalépését, akkor az rendezett módon lekerüljön a szavazólapról. Vagy ha ezt ők nem tudták volna megoldani, már előre látták, akkor miért nem vitték előre csütörtök 16 órára, vagy szerda 16 órára, vagy december 31-ére, vagy én nem tudom micsoda, és bocsánat, tényleg nem cinikus akarok lenni. Hát hogy lehet így bánni a választópolgárokkal?
Hát hogy lehet ebbe a helyzetbe hozni őket, hogy nem világos, hogy mi van lettéve előre? Én szerintem egy csomó választó azt gondolta, ami lehet, hogy a Tamás, ami ezt mondta, hogy éppen, hogy hát nem olvastam ma délelőtt internetet, lehet, hogy a Szentkirályi Alexandra mégse lépett vissza, vagy most mi van ezen a szavazólapon, hogy mégis ott van? Hogy lehet ebbe a helyzetbe hozni a választópolgárokat? Úgyhogy mondom, hát mindent a Fővárosi Választási Bizottság állított fel szabályokat. Hát már, bocsánat, hát az a, mondjuk a minimum, hogy elnézést kéne kérni ezért az egészért. Aztán persze onnantól kezdve meg jön az a helyzet, hogy akkor mi is fog történni a szavazás után, és akárhogy is lesz, ez a vita, ez folytatódni fog, mert ha Vitézi nyeri most meg, akkor majd azt a Karácsony fogja megtámadni, és akkor így és így. De és még így Vitézi Dávid jól jár, hogy a Karácsony Gergely lapáttal nem veri agyon, ugyanis a kiszivárgott hangfelvételek szerint ő lapáttal verné agyon Vitézi Dávidot. Tehát a politikai közéletünk, a normális konszenzusos, demokratikus működés a baloldal részéről itt tart. Ezen kell. Egyébként Karácsony már mondta is, hogy az Alkotmánybíróságon fog eldőlni ez a kérdés. Tehát erre számít. Vagy Strasbourgban, az európai ahol pedig látjuk, milyen döntések születnek. Igen, érdekes egyébként, hogy azzal is védekeztek, hogy mindenhol transzparenseket helyeztek el Szentkirályi Alexandra visszalépéséről. Én egy nem láttam, kettő, jó, hogy nem a Fővárosi Választási Bizottság honlapjára tették ki, csak hogy Szentkirályi Alexandra visszalépett, azért ez valóban egészen érdekes ügyintézés így ebben a formában. Urak, nem fér bele több téma ebbe a részbe, tartunk egy pár perces szünetet, utána visszatérünk nézőinkhez, és meg is mutatjuk, hogy mivel várjuk őket. Kizárt. Nem ül közös európai frakcióba a KDNP a Tiszával. Nyitány. A Szoborparkba helyeztetné a hegyvidéki turult a kutyapárt. Kizárt. Nem ül közös európai frakcióba a KDNP a Tiszával. Nyitány. A Szoborparkba helyeztetné a hegyvidéki turult a kutyapárt. Jó estét kívánok, folytatódik a vezércikk Fritz Tamással, Békés Mártonnal és Szabó Lászlóval. Hát az van, hogy Magyar Pétert erősen invitálja sorai közé az Európai Néppárt, és olyannyira, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt frakció vezetője holnap ide utazik Budapestre. Ami azért érdekes helyzet, mert egyébként a KDNP is tagja az Európai Néppártnak, legalábbis most még. Gulyás Gergely elképzelhetetlennek nevezte, hogy a KDNP és a Tisza párt képviselői ugyanabban a frakcióban üljenek majd az Európai Parlamentben. Vagy felveszik a Tisza pártot az Európai Néppártba, vagy a KDNP kilép ebből a frakcióból. Szögezte le annak kapcsán, hogy Manfred Weber, a néppárt elnöke pénteken hazánkba érkezik, hogy a Tisza párt felvételéről tárgyaljon Magyar Péterékkel. Hozzátette, ő nem tervezi, hogy találkozzon Weberrel. Ugye jelen pillanatban a KDNP soraiból Hölvényi György az, aki az Európai Néppárt tagja. Hát azt nem tudjuk még pontosan, azt hiszem, hogy ő lesz a következő ciklusra is. Nem emlékszem talán a listán elhelyezkedő helyéről. Bent van, igen. Így van, jó. Akkor én kérek elnézést. Ő lesz az. Ma ugye ezt Gulyás Gergelytől megkérdezték a mai kormányinfón, és hát csípőből tüzelt. De hát akkor ez azt is jelenti, hogy innentől kezdve mondjuk... Ez egy döntés arról, hogy ha Magyar Pétert fölveszik, akkor Hölvégyinek ki kell onnan ülnie? Hát én ingattam a fejemet, szerintem ez nem így van. Hát Gulyás Gergely egy nagy tiszteletű fideszes miniszter, ez meg egy KDNP tagság. Nyilvánvalóan a párt család és annak politikai, szellemi irányítói majd eldöntik ezt a kérdést. De nem arról van szó, hogy az Európai Néppárt tagja lesz a Tisza párt, tehát a félreértések vannak. Arról van szó, hogy az EPP frakciónak tagja lesz-e a Tisza párt. Az, hogy az Európai Néppárt pártcsaládjához csatlakozik, az egy teljesen külön kérdés ettől. Az Európai Néppárt frakciójába vétó nélkül veszik fel a tagokat, nyilván a Hölvényi Györggyel is, vagy a KDNP struktúráival ezt megbeszélheti Manfred Weber, akinek minden egyes mandátumra, nemhogy 7 darabra szüksége van. Valóban visszaes helyzetnek látom én is, itt mind a
EPP frakciónak, annak vezetésének, mind a KDNP-nek, mind pedig Hövényi Györgynek dönteni kell. Én azt gondolom, hogy ezt hagyjuk, ezt a döntést a KDNP-s közösségre. Hát egyébként mondjuk Manfred Weber nem feltétlenül, hogy mondjam, azt a politikát fújja mostanában az elmúlt években, amit mondjuk a hazai kormánypártok olyan erősen támogatnának. Magyar Péter részéről például én kockázatos húzásnak érzem azt, hogy elkezdett az EPP-hez húzni, miközben ugye az EPP egy kifejezetten háborús pszichózisra építő politikát folytatott az elmúlt hetekben, Magyar pedig látványosan kerülte, hogy konkrétan állást foglaljon a háborús kérdésben. Így van, és hát igazság szerint azt sem tudjuk pontosan, hogy a Magyar Péter, a Tisza pártnak a bekerülő tagjai egyenként milyen nézeteket vallanak különböző kérdésekben. Egyet-kettőt tudunk, de azért a teljes kép nincs előttünk. Tehát ez egy ilyen sötét. Sok minden más sem tudunk róluk valójában, ha belegondolunk. Így van. Magyar Péter úgy ítélte meg, hogy az Európai Néppárt számára megfelelő. Manfred Webernek érdeke, hogy oda kerüljenek, ez most itt a legfontosabb ebben a vonatkozásban, mert szeretné ugye, hogyha meg tovább erősödnének, mert végül is valóban ugye hány, mennyi? 7 mandátumot szerzett a Tisza párt, ami azért nem kevés, és a természetesen alapvető érdeke Webernek, hogy oda kerüljenek. Ez eddig rendben van. Azt pedig teljesen egyetértek a Marcival, hogy azt pedig, hogy ezek után milyen döntést kell hozni ebben az ügyben, Hölvényi György milyen döntést hoz, a KDNP milyen döntést hoz, hát ezt tényleg bízunk, én is a politikára bíznám. Annyit látok egyelőre, hogy Weber érdeke, hogy bekerüljenek a néppártba, valószínűleg be is kerülnek, és aztán ez egy ilyen fekete lyuk lesz, úgy nagyjából Weber számára is, hogy ez a 7 képviselő vajon mit fogott csinálni. Talán még Magyar Péter sem tudja pontosan, hogy a képviselői azok egyáltalán. Most egy kicsit túloztam nyilván, de ez tényleg egyelőre egy sötét lyuk ez a történet. Azért arra kíváncsi lennék, hogy a követői fejében mi játszódik le, ha mondjuk olyasmit látnak majd az Európai Parlamentben a Tisza párt képviselői részéről, amire nem számítottak. Hogy a Tisza párt vagy a KDNP lesz-e tagja az Európai Néppártnak, vagy mind a kettő, vagy egyik sem, ezt majd valóban a politikai taktika eldönti itt az elkövetkezendő hetekben. Én lennék az egyik utolsó, aki Manfred Webernek tanácsokat szeretne osztogatni, de azt hiszem, hogy úgy fogalmazott, hogy az Európai Néppárt családjába szívesen fogadják a Tisza pártot. Én azt javaslom neki, hogy tanulmányozza a nem túl hosszú és nem túl bő Magyar Péteri életművet, és abban pontosan fogja látni azt, hogy Magyar Péter mit szokott egy családban tenni. Úgyhogy nem lepődnék meg, hogyha az Európai Néppárt, ha a Tisza tagja lesz, frakcióüléséről hangfelvételekkel kerülnének ki, azokkal esetleg zsarolnának, esetleg talán Manfred Weber arra is figyelhetne, hogy amikor bemennek a frakcióülésre az Európai Néppártba a Tisza párt tagjai, akkor vegyék le az övüket, mert esetleg az övcsatókkal dobálóznának. Szóval, hogy mondjam, ki az komolyan, aki egy olyan politikai előélettel rendelkező, meg olyan emberi előélettel rendelkező pártvezetőt a családjába fogad, aki lehallgatja a feleségét? Mit vár ettől a párttól abban a konglomerátumban, amit plusz 7 mandátumot. Hát ez az egyszerű válasz. És akkor járnak valószínűleg a legjobban, hogyha egyszerűen csak leveszi a mikrofonját és kiszalad. Benne lehet a pakliba. Mi most folytassuk lapajánlóval, kapcsoljuk Bódi Zoltánt, a Metropol vezető szerkesztőjét, aki elmondja nekünk, hogy mi is lesz a holnap megjelenő lapszámban. Szervusz, Zoli! Szia, Robi! Sziasztok a stúdióban, és üdvözlöm a kedves nézőket is! Ezúttal az újraszámlálás körüli izgalmakat és a hardcore politikát egy kicsit félretéve, egy olyan témával készültem az olvasóknak, ami minden bizonnyal minden magyar szívét megdobogtatja. Holnap kezdődik ugyanis a foci EB, ahol a magyar csapat is a gyepre lép a trófeáért. Na most azok számára, akik nem csak a négy fal között ülve, hanem közösen egy sörrel a kézben társaságban szurkolnának Szoboszlaiékért, ahogy ez illik, azok számára mi összegyűjtöttük a 15 legjobb budapesti helyszínt, ahol óriás kivetítőn közösen szurkolhatunk a Nemzeti 11-nek. Természetesen a szokásos budapesti témák sem maradhattak ki, úgyhogy érdemes lesz holnap is kézbe venni a Metropolt.
Köszönjük, Zoli. Ha már Zoli összehozta újra a számlálást és a nyitó meccset, akkor el kell mondanom egy rossz hírt, mert hogy mi viszont holnap az újraszámlálás miatt élőben vesszük fel a vezércikket, tehát valószínűleg a nyitó meccs első félidőjéről bizonyosan lemaradunk, ellenben 15 órakor szombaton egészen biztosan nem lesz már semmi akadálya, hogy az ember megnézze az első magyar válogatott meccset. De fordítsuk vissza komolyra a szót, mert tegnap beszéltünk arról, hogy a magyar kormány elérte, illetve ezt ma már Marci is említette, hogy lehetőségünk van kimaradni a NATO ukrajnai missziójából, ha nem vétózzuk meg azt. Tehát akkor lássuk is, hogy lényegében mire készülnek azok a tagállamok, amelyeknek a kormányai továbbra is ebben a háborús pszichózisban élnek. Az Egyesült Államok a közelmúltban elfogadta a 60 milliárd dolláros segélycsomagot. Svédország, Spanyolország és Belgium egyenként több mint 1 milliárd euró támogatást ígért. Továbbá összesen 30 F-16-os vadászrepülőgépet is. Németország Patriot ütegeket, Olaszország pedig egy újabb Szemtél légvédelmi rendszert ajánlott fel Ukrajnának. A háború kezdete óta a szövetségesek évente 40 milliárd euró katonai támogatást nyújtottak Ukrajnának. Ezt a támogatási szintet minimum fenn kell tartanunk, mégpedig addig, amíg szükséges, húzta alá Stoltenberg. De hogy így miért is kellene? Tehát miért olyan fontos ez a védelmi szövetségnek? Hát nem úgy tűnik, hogy mondjuk Ukrajna távol tudná tartani az oroszokat. Hát kezdik a NATO-t összetéveszteni a Varsói szerződéssel. Tehát ott volt az, hogy akkor mindenkinek egyszerre kellett mozdulni, kivéve Románia, ami különutas politikát folytatott. Tehát ez egy védelmi szövetség, se a afganisztáni, se az iraki kalandba, se Jugoszlávia gyalázatos bombázása idején nem volt szükség közös NATO erőre, NATO mobilizálásra, NATO koordinálásra, nem mindig mindenki vett mindenben részt, volt, hogy volt hozzá ENSZ felhatalmazás, volt meg, hogy nem volt hozzá, de nem volt szükséges ezt a bolsevik központi centralista megoldást alkalmazni, hogy mindenkinek benne kellett lenni. Orbán Viktor olyan engedményt tárgyalt ki, és volt kénytelen kitárgyalni ezzel a választási felhatalmazással a NATO-tól, ami egyébként alanyi jogon szerződés szerint jár nekünk, tehát nem kötelező fegyvert, pénzt, vért, embereket, minden mást küldeni ebbe a kalandba. És ez a kaland, az ukrán kaland pont ugyanolyan véget fog érni, mint a jugoszláv kaland, az afgán kaland, az iraki kaland, a líbiai kaland, ez egy imperialista Ukrajna, hát én azt gondolom, hogy kizsigerelésével, tönkretételével és privatizálásával véget érő kaland, amit abba kellene hagyni. Az oroszok addig jöttek Ukrajnán belül, ameddig tudtak. Pontosan látni lehet, hogy két vagy két és fél év alatt sem képesek eljutni Kijevig. Itt az idő, hogy befejezzék ezt a háború, ami csak vért, könnyeket hoz, hogy a NATO ebbe a kalandba belemegy az Egyesült Államok demokrata adminisztrációnak utolsó hónapjaiba, hát ez mindennél jellemző. Ha már Marci szóba hozta a privatizáció kifejezést, akkor azért nem tudom megállni, hogy ne hozzam ide egy másik hírünket, amiről úgysem lesz már időnk önállóan beszélgetni, de hogy mindeközben, miközben ez a missziót így eltervezték, közben Zelenszky elnök bejelentette, hogy nagyon komoly állami tulajdontárgyakat fognak dobra verni, mert elfogyott a pénz Ukrajnába, állami tulajdonú bankokat, energetikai vállalatokat, hotelt. Hát ha nem a davoszi elit és mondjuk a washingtoni globalista cégek állnak ott az első sorban a vevők között, akkor én nagyon meg leszek lepve. Az a helyzet, hogy emögött az egész háború mögött látni kell tényleg a globális elitnek az érdekeit. Davoszi elitet említetted, és ez egy teljes mértékben látszik. Nemrég mondta azt, fölírta magamnak Lindsey Graham szenátor egyébként, hogy Ukrajnában több billió dolláros nyersanyag van. Körülbelül 10-12 billió dolláros nyersanyag húzódik Ukrajna alatt, és ezt már pedig nekünk meg kell szerezni. Ez ilyen feketén-fehéren elhangzott a szenátor úr szájából, és azt mondja, ezt nem adhatjuk az oroszoknak. Na most hát ez például már egyfajta elég lényeges magyarázat, és ha hozzáteszük azt, hogy tulajdonképpen 91 óta igazából már megjelent a transznacionális tőke, a gigacégek megjelentek Ukrajnába, és folyamatosan privatizálnak, és egy csomó a mezőgazdaságban ugye
10 fontos amerikai, francia, ilyen-olyan nemzetközi cégek uralják a mezőgazdaságot, a mezőgazdaságra rátették a kezüket, de az IT-iparra, az energiaiparra, maga Soros György is nagyon erősen benne van ezekben a dolgokban. Tehát van itt egy cél, az, hogy Ukrajna egy óriási gazdasági lehetőség, amit mindenáron meg kell tartania a Egyesült Államoknak formailag, gyakorlatilag meg a davoszi elitnek, amelyik emögött áll, vagy a világgazdasági fórumot is említhetjük itt, amit szoktam emlegetni, ugye. Tehát folyamatosan azt látjuk, hogy ezért jutunk el oda, hogy Stoltenberg közli, hogy az idők végezetéig, nem ezt mondta szó szerint, de hát az idők végezetéig nyomni kell a pénzt ebbe a háborúba. Tehát gyakorlatilag ezt régebben azért próbálták mondani az Egyesült Államokban, hogy a demokrácia érdekében harcolunk, és az emberi jogok érdekében. Most már azért koptak le ezek a jelzők, most már igazából azért néha egy-egy emberke, egy-egy szenátor, egy-egy politikus, vagy akár például Douglas McGregor ezredes is beszélt arról, hogy egyszerűen a globális elit célja az, hogy Oroszországot megkaparintsa. Sorolhatném, Jeffrey Sachs is beszélt erről egyébként elég őszintén. Tehát tulajdonképpen van itt egy óriási gazdasági hátterű érdek, ami miatt Ukrajnát mindenképpen fönn akarják tartani, és aztán utolsó mondatom tényleg, azt is tudjuk, hogy már az újjáépítés is egy biznisz, amiben a BlackRock nevű legnagyobb ugye vagyonkezelő céggel 2022 őszén már megállapodott egyébként Zelenszkij, hogy majd a BlackRock fogja ezt intézni. Tehát látjuk ezeket az érdekeket, és ha ezeket látnunk kell ahhoz, hogy megértsük ennek az értelmetlen, pusztító, százezereket halálba lökő háborúnak a hátterét és a jelentőségét. Ugye eljön ide a NATO főtitkár a magyar miniszterelnökkel tárgyalni tegnap. A magyar miniszterelnök azt mondja, hogy Magyarország nem fog részt venni a NATO területén kívüli katonai akcióban. A NATO főtitkár pedig nem azt válaszolja, hogy de hát miről beszélünk, hát nem is készülünk ilyen katonai akcióra, nincs miről e tekintetben beszélni, hiszen egyetértünk, hanem azt mondja, hogy elfogadja a NATO, hogy Magyarország nem kíván részt venni ilyen katonai akcióból. Ez logikailag azt jelenti, hogy a NATO főtitkár valójában azt mondta a miniszterelnöknek, hogy kedves miniszterelnök úr, ilyenre készülünk, hogy álltok ti ehhez? Mire azt mondja Orbán Viktor, kedves főtitkár úr, nem örülünk neki, hogy ilyenre készültök, nem értünk egyet vele, és nem fogunk ilyenben részt venni. Hát ez nagyon egyszerű logika szerintem, ez elég nehezen cáfolható, hogy ez a konkrét helyzet. És valóban az a helyzet, hogy szerintem a NATO beáraszta azt, hogyha nem lép közbe katonai erővel, élő erővel Ukrajna területén, akkor az oroszok el fognak jönni, ameddig csak tudnak, és pont az van, amit a Tamás mond, hogy onnantól kezdve az Ukrajna alatt lévő természeti kincsek, meg Ukrajna teljes vagyona, az az oroszok kezébe fog kerülni, és ezt nem engedhetik meg az amerikaiak, meg nem engedhetik meg a nyugatiak. Valójában itt az egész történetnek a mélyén az van, amit a Marci mond, ez a szerencsétlen, jobb sorsa érdemes ukrán népnek a kizsigerelése. Ez történik, és ebben az oroszok is megérik a pénzüket, de láthatóan jelen vannak ebben a nyugati államok is. Urak, néhány percünk maradt már csak, de szerintem zárjuk le azzal az adást, hogy Kovács Gergely, a magyar kétfarkú kutyapárt társelnöke, azt hiszem társelnöke, ugye? Megnyerte a 12. kerületi polgármester választát, és ha már azt is tudjuk, hogy mi lesz az egyik legfontosabb első intézkedése, le akarja bontatni a turulszobrot. Úgy érzitek a 12. kerületnek ez a legégetőbb problémája? Számára biztos igen, és ez döbbenetes számomra viszont döbbenetes. Tudnék, ugye még Pokorni Zoltán idején állították fel a turulszobrot, és akkor az SZDSZ hadakozott ellene. Ugye jó lenne tudnia, talán tudja is, de nem zavarja Kovács Gergelyt, hogy a turulmadár a Magyarország címerállata, mondjuk így. És az ősi meséink, legendánknak a forrása, az Árpád ház és a magyarság kialakulásának az ősforrásáig vezet vissza. Na most a következő a probléma, nagyon rövid leszek. Az, hogy a nyilasok fél évig hatalmon voltak, és a turulmadarat használták, az ilyen dolgok nem elegendőek ahhoz,
hogy egy életre elfelejtsük a túloldalra. Ez olyan, mintha a nyilasok a mondjuk a piros-fehér zöld zászlót használták volna, és azt lobogtatták volna, és akkor most nem lenne szabad a piros, a nemzeti színű zászlónkat használni. Tehát ez az elmebajnak a különleges esete megítélésem szerint, mert ezt az árpádsávos zászlóval is már játszották, ez nevetséges. Tehát azért, mert vannak ilyen korszakok, abból nem következik, hogy a alapvető címereink, nemzeti ereklyéink, és így tovább bepiszkolódjanak, vagy ne lehessen használni. Én azon is gondolkodtam, mit akar a helyére tenni, egy ilyen stilizált kenderlevelet esetleg? Vagy? Hát én azért komolyabban venném ezt a dolgot. Megnéztem a 12. kerület választási térképét, és ebből az jött ki, a 12. kerület szűk és több csűrűben lakott, de elég szűk sávokban mozgó keleti részén egyáltalán nem szavaztak a kétfarkú kutyapártra, itt azért szerényebb körülmények között lakók és idősebbek élnek, viszont a kerület nyugat felé elnyúló kertvárosi részén Schwabhegy, Csillaghegy tarolt a kétfarkú kutyapárt, tehát a helyzet az, ezt meg kell vizsgálni, és viszont tudomásul kell venni, hogy Budapesten vannak olyan helyszínek, második kerület, 12. kerület, ahol első világbeli problémák vannak, ugyanis a szociális, mondjuk bérből, fizetésből, nyugdíjból élők problémái úgy érzi a lakosság, hogy meg vannak oldva. Gazdag emberek adott esetben nagyon jó módban, nagy autókkal, vagy akár rögtön két nagy autókkal, két-három emeletes családi házzal más az élettel kapcsolatos felfogás, mint mondjuk Csepelen, Kőbányán, Délpesten, amit viszont megnyert a Fidesz-KDNP, vagy az általa támogatott, vagy általa sajnos éppen nem támogatott, de jobboldali jelölt. Kivétel az első és az ötödik kerület, mert hogy úgy is lehet csinálni, a 12. kerületben összetett társadalmi politikai kérdések vannak, ennek a nyertese lett a kutyapárt. Laci, nagyon röviden. A politikában helyes, ha jelen van a humor, meg helyes, ha jelen van a szellem, a vicc is adott esetben. De a politika nem vicc. És az derül ki most ebben az ügyben is, hogy a legfontosabb a kultúra. És amikor a tettekre kerül a sor a politikában, akkor észre kell venni, hogy azonnal kulturális támadás történik. Ez a helyzet itt is. Urak, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok ma velünk, és elmondtátok a véleményeteket. Nézőinknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Tegyenek így holnap este is, ahogy már említettem, élőben beszélgetünk majd Ferenc Orsolyával, Bot Hunorral és Rákai Filippel, akkor már vélhetően talán véglegesnek tekinthető főpolgármester választási adatokról. Ha lemaradtak adásunkról, azt visszanézhetik a Hír TV honlapján. Maradjanak továbbra is csatornánkon. Szép estét mindenkinek!